Közelít a 3,1 millióhoz a beoltottak száma Magyarországon. Reggelig több mint 3 millió 90 ezeren kapták meg legalább az első oltást. Egy nap alatt több mint 5300 új beteget regisztráltak, és 256 ember életét vesztette. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy az újraindítás következő lépcsőfokaként, ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, kinyithatnak a teraszok. Jó, kedves, igen, akkor a bal karba oltjuk. Az utolsó kérdés a koronavírus elleni vakcina beadása előtt. A Gyulai Kórházba folyamatosan érkeznek az oltásra. A legtöbben azt mondják, szeretnék már minél hamarabb visszakapni a régi életüket, ezért választják a védettséget. Nagyon féltem, hogy elkapom a koronavírust, és nagyon vártam, hogy minél előbb megkapjam az oltást, és szeretném, ha minden ember jelentkezne, és felvenni az oltást, hogy kiszabaduljunk a lakásból, éljünk úgy, mint régen. Közben újabb vakcinaszállítmány érkezett a Heves megyei kormányhivatalba. A dobozokban AstraZeneca típusú oltóanyag volt. Az összesen 700 ember beoltására elegendő oltóanyagot a házi orvosi rendelőkbe viszik tovább. Heves megyében is minden a tervek szerint halad. A koronavírus elleni védőoltások beadása itt is folyamatos. Ezen a héten kerül sor a pedagógus oltások első-második köréből még kimaradt pedagógusoknak az oltására péntek-szombati napon. Ez Heves megyében majd 1500 pedagógust fog érinteni. A terveink szerint ezen az oltási héten is 15 ezer elsőkörös oltásra fog sor kerülni. Itthon már közelít a 3 millió 100 ezerhez a beoltottak száma. A legfrissebb adatok szerint már több mint 3 millió 90 ezeren felvették az első oltást. 1 millió 325 ezernél is többen pedig már a második dózist is megkapták. Ezzel Magyarország továbbra is előkelő helyen áll az Európai Uniós ranglistán. Csökkennek a kedvezőtlen járványtani adatok. A fertőzöttségi adatokban már most látszik a hazai átoltottság hatása. Erről beszélt az M1-en Rusvai Miklós víruskutató. A szakember azt mondta, továbbra is a vakcina az egyedüli ellenszere a koronavírusnak. Azok, akiket eddig nem győztek meg a járványtani számok, akiknek az ismeretségi körében, családjában nincsen olyan, aki megszenvedte már a betegséget, vagy éppen megszenvedi, azokat nagyon nehéz meggyőzni. Tehát a kórházi képsorok, az adatok kell, hogy meggyőzzék az embereket. Jól haladunk, gyorsan haladunk az oltással. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy jövő hétfőn csak az óvodák nyitnak, és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai térhetnek vissza a tantermekbe. A felsősök számára pedig folytatódik a távoktatás egészen május 10-ig. A kormányfő azt is bejelentette, hogy a teraszok 3,5 millió beoltottnál nyithatnak. A kormány az újraindítás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltott emberben határozta meg. Ha ezt elérjük, és reményeim szerint a következő hét közepén, szerdán, csütörtökön ez meg lehet, akkor kinyithatnak a teraszok. Ismét visszakapjuk a régi életünk egy darabját. És hogy a vendéglátósoknak is könnyebb legyen, ezért az őket terhelő teraszdíjat eltöröljük. Közben 10 000 alá csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma. Közülük több mint 1100-an vannak lélegeztetőgépen. A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt mintegy 5300 új fertőzöttet azonosítottak, és meghalt 256 beteg.